Örkény István klasszikusát, a Tótékat állította színpadra a Békés Csabai Jókai Színház társulata a szerző születésének 110. évfordulója alkalmából. Tege Antal rendező filmhíradóval, korábbi tudósításokkal világítja meg a tragikomédia történelmi hátterét. Már dudál a busz! Már semmit sem hallok. Most megint dudál. A történet a Hátországban, a fronttól távol egy Eger melletti faluban játszódik 1942-ben. Itt él a Tóth család, egy tűzoltó parancsnok feleségével és gyermekével. Fiúk Gyula a fronton harcol. Hozzájuk érkezik pihenni Varró Őrnagy, Tóth Gyula felettese. Tóthé! Hol vannak? Szíves engedelmével itt. A család mindent megtesz, hogy jó benyomást keltsen, bízva abban, hogy így fiúk sorsa is jobbra fordul. Mondj ezt a Tót! Lát valami rendellenességet a hátam mögött? Semmi különösebb, ilyen tisztelt Őrnagy úr. Mindig oda néz! A történetből hamar kiderül a néző számára, hogy a fiú sajnos meghal. A család viszont ezt nem tudja, így az sem, hogy teljesen értelmetlen behódolni az Őrnagy furcsa szokásainak. Abból a korból már szerencsére vannak filmhíradós részleteink. Én megmutatom azt, hogy mit is mondtak akkor az embereknek, hogy miért van arra szükség, hogy közel 200 ezer ember kimenjen a Donkanyarba és harcoljon egy másik nemzethez való tartozásunk miatt, tehát nem a saját hazánknak az érdekébe, ennek az értelmetlenségét. A tragikomédiát bárki megtekintheti a Békés Csabai Sík Ferenc Kamara Színházban.